Kencsénk van gyerekek, a pulszívó szabad, mert letesszük az egylájcskét, és beindítjuk, jó? Jó, itt van ez a pulszívó, ez egy autópulszívó, látjátok? Ez egy autópulszívó, bele kell tenni a pénzikét, csak egyszer álmára tesszük a telefont, jó?
Na, gyerekek, megvolt ez is. Szerintem ezt le kéne övítsük ezeket, mit szóltak. Oké, várjunk egy kicsit, Negyven másodpercünk van. 10-be esett velünk. Van 40 másodpercünk, gyerekek. Hogy leérdítsük. 40 másodperc. Hát annyi nem is kell, ugye?
Na megvolt a pucolás, takarítás, nagyjából csak. Csak nagyjából, gyerekek. No. Két lájra intézkedtem be nekik. Két lájra. Két perc az nagyon kevés pószívózásnak. Éppen hogy itt elől kicsit ki tudtam pószívózni. A borzsdót meg itt elől, és annyira az üléseket is, hogy ki pószívózza az emberül, még két perc kell, tehát öt perc legalább kell. Következő kor. Két lájra kell tegyek legalább pószívózni valót. Képzeld el, Karina, két percet tettem, egy lájt tettem bele, két percet adott neki, hogy pószívózzam, tehát ez a pószívó olyan gyenge, hogy még az én játék pószívóm is erősebb, mint ez. Tehát ez alig-alig szív valamit. Direkt úgy van beállítva, hogy ne szívjon jól, biztos. Ez gyenge nagyon, nem tudom, pucolják-e vagy mi van, de alig szív. Egy ilyen nagy teljesítményi pószívó, én nem tudom, hogy megy ilyen, hogy hívja, akkor elég gyengén megy, nem tudom megérteni. Érdekes. Nagyon gyengén megy. Egy ilyen a teljesítményi pulszívó. És meg 40 perc alatt lemostam a gumikat. Ugye beraktam egy lájt, és megadott nekem ugye 40 másodpercet megadott. 40 másodpercet a gumikat le lehet mosni szerintem, lehet mind a két felét nem annyira. De, vagy csak az egyik felét lehet, de... Úgyhogy elintéztük két perc alatt, igen, pulszívózást.